Főtisztelendő paptestvérek, a nagy író unokája, rokonai, tisztelt rektorasszony, képviselő úr, fertájmester urak, Krisztusban szeretett testvéreim. 100 évvel ezelőtt Eger csillagának, Gárdonyi Gézának befejeződött földi pályafutása. Halhatatlan lelke az Isten ítélő széke elé került, teste itt nyugszik a városban, azon hősök között a várban, akikről örökbecsű regényét írta. De nem csak a teste van itt közöttünk, hanem megmaradt szelleme, vívódó lelke, igazságot kereső, kutató, s végül rátaláló életbölcsessége. Mindössze 59 év adatott neki a földi tereken, de ez a szűk 6 évtized talentumainak sokszoros kamatoztatásával telt el. Mi ebben az órában, amikor érte bemutatjuk a Szent Misét, magunk elé idézzük Istent kereső, Szűz Máriát gyermeki szeretettel körülvevő életét, mint egy bemutatva az Úrnak. Még fiatal tanító korában jegyezte föl naplójában azt az imádságot, amelyet minden bizonnyal többször elimádkozott. Uram, add szent kegyelmedet, segíts küzdelmeimben, őrizd meg minden bajtól, hogy téged zavartalanul szerethesselek, mert csak te vagy az, akit szeretni akarok, határtalanul és lángoló szívvel. Te vagy az én egyetlen és legőrizetlenebb atyám. Ugyancsak fiatalon fogalmazta meg, hogy az ő élet célja Jézus útján járni. Ezek után jöttek azok az évek, amelyek az Isten keresés jákobi küzdelmével tellettek el, mert aki értelmi úton keresi Istent és hitét, így akarja alátámasztani, annak küzdenie kell, míg el nem jut a megvilágosodásra és a megnyugvásra. Meghányta vetette az élet. Sok próbatételt kellett kiállnia magánéleti válságban, ami azután példává lehetett azoknak, akik szintén küzdenek, és úgy érzik, hogy nincs is már életük számára más kiút. Sík Sándor szerint a nagy fordulatot életében az Isten rabjai című könyve hozta meg, amelyben visszament a keresztény középkorba, a szent életű Margit apáca neki is pártfogója lett. Azt az imádságot, amelyet Jancsi fráter szájába ad, az író talán önmagára is imádkozta. Méltóságos Szűz Mária, szent anyám a kék magasban és a csillagok fölött, ki a legnagyobb szeretetet, annak szülője, emtetője, fölnevelő anyja voltál. Hozzád fordulok, jóságos, irgalmasságos szentasszony. Hozzád könyörgök a porból, én erőtlen, földi semmi. Beteg ágyon szenvedő, hisz a hitvány kis bogár is minden fűbe kapaszkodik elveszendő életében. Én a te szent palástodba kapaszkodom vakmerően, s könnyes szemmel kérve kérlek, ments ki az én kínjaimból, könyörülj meg búsra fordult jajgatással és nyögéssel keseredett életemben. Te is, míg a földön jártál, mennyben lakó szűzanyám,
A fájdalmak éles tűrét szent szívedben hordozád, tudod, mi a szenvedés. Ezen a földi emlékedre, itt hullatott könnyeidre emlékezzél, kérve kérlek, s emlékezzél. Szent fiad is, míg az emberek között élt, mennyi korságra tekinte könyörülő szívével. Ó, mutass rám a magasból, ó, mutass rám szent ujjaddal, ó, mutass meg szent fiadnak, s mondd, fiam, egy beteg kér, s akkor az én Uram, Jézus, meghallja nyögésemet, s aláhulló szent árnyéka ágyam fölött elvonul. És a beteg lélekben meggyógyult. Már nem csak az értelmi hit vezérelte, hanem a szívbéli vallási megtapasztalás, visszatért gyermekkorának Máriás hite, hogy visszaidézte szobájuk falán függő Szűz Máriát, amint a felhőkben ül és a kis Jézus tartja ölében. A ferences lelkiség iránti vonzalma a szenvedő Krisztusra is ráterelte figyelmét, ezért írhatta. Önzetlenül csak egy ember szeretett, Krisztus. Elszédülök, ha rátekintek a keresztfán. Abban az időben már egyáltalán nem érdekelték a világ hívságai, ahogy Bródy Sándornak is elmondta, az életnek egy célja van, hogy az ember életében megtisztulva örökre megpihenjen Szűz Mária zsámolyánál. Talán Szent Pál járhatott eszében, aki azt mondta magáról, élek én, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Ő így mondta utolsó napjaiban, Isten az én szívemben lakik. Az a remény él bennünk, hogy nem csak az égre néző ablak, hanem a mennyország ajtaja is véglegesen kitárult számára. Amen.